A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Két különböző erőállapotban lévő csapat játszott, az ellenfél sokkal frissebb volt, és abszolút megérdemelten nyerte meg ezt a mérkőzést. Ugye mi tegnap is edzettünk, ma délelőtt is edzettünk a mérkőzés előtt, úgyhogy nem vártam azt, hogy frissek lesznek a fiúk. Ha van olyan győzelem, ami jókor jön, akkor van olyan vereség is, ami jókor jön. Én azt gondolom, hogy ebből a vereségből többet lehet tanulni, mint az előtte lévő mérkőzésekből. Ugye a pontrugásokat, azt 9 perc alatt elintéztük, a két gólt kaptunk belőle, tehát ott valamit változtatni kell. A pontrugások védekezésén egyelőre ugye keresem a szélső hátvédeket, abba van problémánk, az Eperési jól játszik, de ha ő megsérülne, akkor nem nagyon tudom, hogy kit raknék arra az oldalra, a másik oldalon a két fiatal, az pedig egyelőre nincs olyan állapotban, hogy játszani tudjon, úgyhogy ez ennek a két hétnek a kérdése lesz, hogy ezt hogyan tudjuk megtalálni. Az edzőtábor végére terveztük azt, hogy a játékosok megkapják a csúcsterhelést, ez most van, úgyhogy innentől kezdve inkább a frissítésen és a finom dolgokon lesz a hangsúly a következő két hétben.